Szeptember 13-ig nyilatkozhatnak a szülők a HPV elleni ingyenes védőoltás igényléséről. Az onkológus szakember elmondta, az oltás beadásával a méhnyakrákos megbetegedések igen nagy számban lennének megelőzhetőek. A HPV az a humán papillomavírust jelenti, a védőoltás pedig ezeknek a vírusoknak egy pici darabjából készült olyan oltás, ami semmilyen módon nem okozhat betegséget. Magát a rendszert azt körülbelül 30 évvel ezelőtt állították már be. A kipróbálások alapján 9 éves kortól lehet alkalmazni. Az az ajánlás, hogy 11-12 éves lányoknak és fiúknak kell adni. A fiúknak azért, hogy a későbbiek során a partnereket ne tudják megfertőzni. A méhnyakrák ma Magyarországon, de a világon is az egyik, ha nem is a leggyakoribb, de gyakori rossz indulatú dagantos megbetegedés. Magyarországon a 7. helyen áll, évente 1000-1200 esetet diagnosztizálunk, és évente 600 beteg hal meg. Ebből egynek sem kellene meghalni, és hogyha sikerülne a védőoltásokat úgy kiterjeszteni, hogy az egész társadalom át lenne oltva, akkor ez a rettegett betegség megszűnne. Ezek az oltások mind beadásra várnak. Szakemberek szerint nincsenek egészségre káros mellékhatásai. A korábbi statisztikák azt mondják, hogy a HPV elleni védőoltást évek óta a lányok körülbelül 80%-a, a fiúk 68%-a veszi igénybe. Maga HPV vírus a szexuális úton terjedő betegség, vírusfertőzés. Akkor érdemes már gondolni arra, hogy rákszűrő vizsgálatra is kell menni, amikor már túl volt az első aktuson a hölgy. De maga a védőoltásra sokkal korábban, még a nem élet megkezdés előtt célszerű. Az oltóanyag a szakemberek szerint azért hatásos, mert segítségével visszaszorítható a magas kockázatú HPV vírus okozta megbetegedések kialakulása. Most nem tudnám megmondani, hogy a társadalom hány százalék az, aki csípőből utasítja el a védőoltást, ugyan blokk. De ez nem magyar jelenség. Hát ha szomszéd országokban látjuk, védőoltásokat utasítottak vissza, kolera elleni védőoltást, és gyerekek nagyon sokan haltak meg itt a szomszéd országban, Romániában, kolerában. Tehát a védőoltást ismerjük, gyerekkorunktól kapjuk, soha senkinek semmilyen ellenkezése nem volt. Egyedül az utóbbi néhány év az, amikor valamilyen kordivat alapján itt védőoltás ellenesek is lettek. Én nem azt mondom, hogy védőoltás rajongónak kell lenni, csak hogy elfogadjuk azt, hogy az antibiotikum szükséges torokgyulladásnál, meg tüdőgyulladásnál, akkor fogadjunk már el azt, hogy a nőgyógyászok kivétel nélkül ezt mondják, hogy a méhnyakrák megelőzhető, ha mindenki be van oltva, ez a betegség eltűnik a föld színéről, épp úgy, mint a fekete himlő. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra biztatja a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel a védőoltás jelentőségéről. A döntés meghozatalakor kérjék a védőnők, házi orvosok véleményét. Fontos, hogy minden esetben megbízható forrásból tájékozódjanak.